Az utcáról ablakon átadták be az adományokat a kisvárdai Kárpátalja házba. Folyamatosan érkeznek a tartós élelmiszerek, tisztálkodási és gyermekápolási cikkek. A kulturális központ tevékenységét átalakította az orosz-ukrán háború. A mellett funkciója szerint ez a kárpátaljai magyarság és ruszinságnak egy kis közösségi háza, hát sajnos most másként alakultak a körülmények a háború kitörése napján, tehát csütörtökön este már Kisvárdán a civilek, főleg a Tisza ETT kezdeményezésre megjelöltek néhány családi házat címként, ahova fogadnak adományokat. És láttam, vagy láttuk többen, hogy ez így azért nem a legcélszerűbb, és rögtön felajánlottam a házat, hogy befogadó intézményként, illetve olyan helyként, ahol a irodánkból tudjuk koordinálni a munkát, tudjuk használni, tudjuk szervezni az egész gyűjtési akciót. Engedély nélkül gyógyszert elvenni nem lehet a polcról. A legkülönböző pirulákat is viszik ki a határon túlra. Az adománygyűjtést a Tisza Európai Területi Társulás szervezte azzal a céllal, hogy a felajánlások a megfelelő helyre érkezzenek. A szervezet igazgatója azt mondta, őket keressék, ha segíteni akarnak. Mi vagyunk a legmegfelelőbb együttműködési társulás arra, hogy most ezt a nehéz helyzetet áthidaljuk. Hiszen, minthogy Szabolcs-Szatmár-Berek megye és Kárpátalja megyét foglaljuk össze, így rendelkezünk megfelelő mennyiségű kapcsolatrendszerrel, hogy az itt lévő adományokat a megfelelő helyek Kárpátaljára tudjuk eljutatni, és felmérjük azokat a hiányosságokat, amire éppen szüksége van Kárpátaljának a kapcsolatrendszernek megfelelően. Mire van most éppen szüksége Kárpátaljának? Főként élelmiszerre. Sajnos azt a hírt kaptuk, hogy még most érkeznek nagyon sokan, akiket amennyiben nem tudnak átkelni a határon, Kárpátalja kell, hogy befogadja. Őket nyilván el kell látniuk élelmiszerrel, ezért tartós élelmiszerre van főként szükségünk most jelen pillanatban. Folyamatosan szállítják a segélypontokra a felajánlásokat. A segítséget már korán, múlt csütörtökön megszervezték Kisvárdán. Köszönöm az összefogást, amit a városban és a város környékén tapasztaltunk. Ténylegesen példaértékű, hogy mindenki jön és segít. Nyilvánvalóan most már kell inkább figyelnünk a következő időszakban, hogy kellnek az új erők, tehát önkéntesek újra kellnek, mert akik már itt dolgoztak, az így nappal átéve dolgoznak, és nyilvánvalóan azért el fognak fáradni minden területen. Tehát mindenben segítünk, tehát szállásban, élelmiszer ellátásban. A menekültek közül többen már munkát is keresnek a térségben. A Kisvárda környéki cégek szívesen foglalkoztatják az Ukrajnából érkezőket. Többen jelezték, hogy szívesen adnak munkát olyanoknak, akik úgy döntöttek, hogy életvitelszerűen itt szeretnének tartózkodni, és ez az egyszerű betanított munkától a magasabb kvalifikáltságú, akár ápolói munkán keresztül, egyszerű kertészeten át többen jelezték, hogy szívesen látnak szakembereket a munkaerőpiacon, várjuk őket is. A megyei önkormányzatot is több szervezet kereste meg, hogy segítsen. A Csongrádiak például 1 millió forintot ajánlottak fel. A Csongrád megyei önkormányzat azzal keresett meg, hogy az ő szándékuk szerint határ innenső oldalán lévő önkormányzatok nyújtanának segítséget. Akkor azt tanácsoltam nekik, hogy vagy azt Tilki Attila képviselő úrról is azt döntöttük, hogy annak a négy önkormányzatnak, Magyarországi önkormányzatnak, Beregsurálynak, Lónyának, Tiszabecsnek és Barabásnak 200-250 ezer forintot ad a Csongrád megyei közgyűlés, akik nagyon sokat tesznek a védekezésért, és ők is az anyagi erőforrások hiány vannak már. Tehát ez is lehet egy dolog, de a legkülönbözőbb módja van a támogatásnak. A Pest megyei önkormányzat, a Kárpátaljai Magyar Főiskolát, a II. Rákóczi Ferenc Főiskolát segíti, a Borsod és a Szolnok megyei önkormányzat ugyancsak a ökonomikus segélyszervezetek a munkáját segítette hasonlóan hozzánk pénzadományjal. Tehát a védekezésnek, a segítségnyújtásnak számtalan formája van, mindenki saját meggyőződése szerint vagy belátása szerint adhat segítséget. A térségben azt mondják, most már nem csak adományokra, hanem önkéntesekre is szükség van. Azok, akik egy hete éjjel-nappal segítenek, egyre inkább fáradnak. Utánpótlásra lenne szükségük.